Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok, hogy a nyitóan. Thank you very much for inviting me here tonight. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide ma este. It's always a pleasure to see so many people coming to enjoy the Jewish culture and tradition. Mindig nagy öröm látni ennyi embert, hogy ide jönnek és élvezik a zsidó kultúra remekeit. It is very important that the Jewish culture and the Jewish tradition will be presented to the other parts of the Hungarian society. Nagyon fontos, hogy a zsidó kultúra megjelenhessen és bemutatható legyen olyan egyéb társadalmi rétegeknek is. There's no doubt that the Hungarian Jews have contributed a lot to the overall Hungarian culture. A felől nincsen senkinek semmi kétsége, hogy mennyiben járult hozzá a zsidó művészet a magyar kultúrához. And the more people know about them, the more tolerant they are, the more understanding they are. És minél több ember tud erről, annál jobban megértenek bennünket, és annál jobban toleránsak lesznek. You know, people say that whenever there are two Jewish people, there are at least four different ideas. Ismerik talán azt a mondást, hogy ahol két zsidó ember együtt van, ott legalább négyféle gondolat merül fel. But this year and the following years there will be two Jewish festivals. De ebben az évben és a következő években is két zsidó fesztivál is lesz. And in this case, the more, the better. És ebben az esetben minél több, annál jobb. Ladies and gentlemen, this Jewish Day Arts would not have happened without Jalabalos. Természetesen a zsidó művészeti napok nem jöhetett volna létre a szervező Balasfera nélkül. Jalabalos. Mindig ő áll ezek mögött a fesztiválok mögött, legyen ilyen vagy olyan formája. And she is always the motor behind this wonderful idea of presenting Jewish culture from all Europe and from Hungary to the public. És ő tulajdonképpen a motorja annak, hogy a zsidó kultúrák nem csak Magyarországon, hanem a világ minden táján terjesszék. So ladies and gentlemen, I would like to give the music the time to speak and to play for us. I invite you to join all more than 50 events in the framework of the Jewish Day Art and wish you and us a lot of success, a lot of enjoyment. And Vera, please go on also for the years to come. Thank you so much. Igen, csak gyorsan lefordítom annak, aki esetleg nem értené, hogy most átadja a nagykövet úr a zenének és a szórakozásnak a terepet. Ezen kívül ajánlja az önök figyelmébe azt az 50 programot, amit a zsidó művészeti napok tartogat, kérik, hogy érezzék magukat nagyon jól, élvezzék, és nagyon szépen köszönte még egyszer Balasferának a szervezőnek. Kellemes kívánok! Röviden. Hölgyeim és uraim, ma este a bécsi Camerata Orchica zenekar előadásában Erwin Schulhoff, Karl Amadeus Hartmann és Mitzislav Weinberg ritkán hallható műveit hallják. Az est szólistája Korcsolán Orsolya hegedűművész lesz, aki örömmel fogadta el a felkérést, és azon túl, hogy játékával emeli az est fényét, jó ismerője is a fent említett korszak zene életének. Ladies and gentlemen, in tonight's performance, the Camerata Orchica Chamber Orchestra of Vienna will play rarely heard pieces by Erwin Schulhoff, Karl Amadeus Hartmann, and Mitzislav Weinberg. The soloist of this evening is the violinist Orsolya Korcsolán, who graciously accepted the invitation, and in addition to treating us with her exquisite playing, she is also well-versed by the musical style of this period. And the conductor will be Armory Duclosel, a Vezényelni fog Armory Duclosel. És még egy mondatra tartanám fel a kedves közönség türelmét és figyelmét, hogy a ma esti nyitókoncertnek nagyon fontos része lesz az a kiállítás, ami az előtérben látható, amely a holokauszban elpusztított zenészeknek állít emléket, azoknak a szerzőknek és zenészeknek, akik sajnos nem érhették meg, hogy műveik a szabad világban felcsendüljenek, viszont a zenélés számukra a szabadságot testesítette meg. A kiállítás megnyitójára és az azt követő
fogadásra. Mindenkit szeretettel várunk az előtérben. Ladies and gentlemen, the last very important part, that the part of the opening concert tonight is an exhibition honoring the memory of the musicians who perished in the Holocaust. These composers and musicians who didn't live to experience the works being played in the free world, yet for whom making music was the embodiment of freedom. We look forward to welcoming you all at the opening exhibition and the following reception at the foyer. És akkor nem maradt más hátra, mint egy kis kedves szórakozást kívánjak. So have a nice evening and enjoy.